A karcagi szervezetek, nyugdíjas klubok egyik kedves hagyománya, hogy minden évben megemlékeznek a Nemzetközi Nőnapról. Így tett az Életet az Éveknek nyugdíjas klub is, amelynek tagsága a rendezvényközpontban gyűlt össze meghitt ünnepségre. Süt a nap, véget ért a tél, virágoznak a gyümölcsfák, virágoznak a fák, nyílik a természet, és ugyanolyan szép, mint ahogy a itt jelenlévő hölgyek is, és hogy általában minden hölgy, akiket mi férfiak alig várjuk, hogy köszöntessünk. Mindig egy nap az, amely kiemelt figyelmet fordít a hölgyekre, de mi tudjuk azt, férjek, apák, hogy nem csak egy napon kell a hölgyekre figyelni, hanem az év 365 napján. Az idei év pedig különleges, mert ebben az évben 366 napot kell a hölgyekre figyelni, és odafordulni feléjük szeretettel. Én azt gondolom, hogy mi nagyon sokat köszönhetünk a hölgyeknek, köszönhetünk lányainknak, feleségeinknek, és köszönhetünk szüleinknek, nagyszüleinknek, minden egyes hölgynek, aki az életünket végig kísérte. Én minden évben, úgy idén sem maradhatott el a virágátadás és az azt követő zenés-táncos délután az Életet az Éveknek nyugdíjas klubban.